Hangvilla a Fehérvár Televízióban. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a televízió nézőket, és újfent a zenéről beszélgetünk, zenélünk, és hát újfent vendégek a stúdióban. Esze Tamás pontosan egy héttel ezelőtt, ugyanígy, ugyanebben a pozícióban, ugyanezen a helyen. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek. Viszont helycserés támadás volt a jobbodon. Csorba Péter elköszönt ettől a műsortól, mármint hogy ebben az adásban ma nem találkozunk vele. Ezzel együtt viszont itt ül Esze Zsolt, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök. Szervusz, sziasztok! Na hát, kettő témánk lesz. Maga az akusztikus gitár, az akusztikus hangszerek, hiszen úgy gondoltuk, hogy ma és az elmúlt heti műsorban akusztikus felhangot adunk a beszélgetéseinknek, illetve egy nagyon fontos másik kérdés, ez pedig, ha már egyszer hangvilla, akkor a hangolás kérdése. És hát én rádiós munkatársként és a Fehérvár Média Centrumban több alkalommal kérem például a rádióhallgatókat, hogy hangoljanak ránk. De ez nem ugyanaz a hangolás, mint amikor zenében hangolódunk egymásra. Na, erről is fogunk beszélgetni, de Tomi, kezdjük akkor azzal, hogy az akusztikus gitárról pár szót. A múlt héten bemutattuk a Cajont, és kicsit zörögtünk mellé Csorba Petinek, akkor egy kicsit az akusztikus gitárt is mutassuk be azoknak a tévénézőknek, akik esetleg szimpatikusnak találják ezt a szép hangszert. Igen, hát tulajdonképpen ez egy húros hangszer. No. Bármilyen furcsa. És ugye az akusztikai tulajdonságát ugye a fa anyagon kívül, ami ugye a húr megrezgetésével továbbítja a rezgést, egy ilyen üreges test adja, ugye, amiben ugye a különböző frekvenciák fölerősödnek, és különböző felhangok jelennek meg, ugye, ahogy így ütköznek a hanghullámok. Most direkt nem akarok idegen szavakat használni, hogy milyen interferencia. Igen, persze, igen, tudom, igen. Azért kimondom, mert... És akkor ezek így interferálódnak, ütköznek egymással a hanghullámok, és utána olyan felhangokat ad, hogy ez lényegében egy ilyen felerősített egy ilyen húr rezgést ad, és ez adja meg a jellegzetes hangját. És ezt ugye, miután az elektronika bejött a képbe, ugye hát azt már említettük ebbe a műsorba is, hogy ez ugye... Ez elég halk, még mindig ahhoz képest is, hogy azért felerősödve vannak a hangok, tehát mondjuk megszólal mellettem egy harsona, vagy egy trombita, vagy akár egy dobfelszerelés. Azon nagyon meglepődünk általában. Igen, és az teljesen elnyomja ennek az akusztikus hangját, úgyhogy ezért szükség volt egy kis elektronikai rásegítésre. Na most jellemzően az akusztikus gitárokat kétféleképpen szokták kierősíteni, vagy van egy ilyen kis mikrofon ide a hangjukba ugye belecsíptetve, vagy pedig van egy ilyen nyomás érzékelő kristály, amit ugye piezónak hívnak, és az a nyomás hatására, hogy elektromos jelet alakít a rezgésből, és akkor ezt tovább lehet erősíteni. Na, mindjárt megkérdezzük Zsoltot, hogy tud-e ilyet mondani az zongoráról, vagy ilyen dolgokat, de akkor mutassuk meg, hogy szól az akusztikus gitár. Megbeszéltünk egy nagyon komoly darabot. Igen. Ezt megpróbáljuk eljátszani. Hiába régen próbáltunk, igen, de így jó volt. Nem, én kérek elnézést. Szóval így szólal meg az akusztikus gitár, ugye, amiről most első körben szó volt. De Zsolt, akkor itt van, felkértünk a táncra. Mondj valami hasonló szépeket a zongoráról, mert azért hát nyilván te zongoristaként működsz a Gorzion Művészeti Suliban, és zongoristaként láthatunk téged ebben a műsorban, remek dalokban. Mit tudsz mondani a zongora védelmében? Nagyon-nagyon hosszú ideig fejlődött, amíg a mai ismert formája kialakult, és rendkívül összetett hangszer. Tehát nagyon bonyolult lett a,
a mechanikája is nagyon bonyolult lett, az a hangzás, amit ki kell belőle hozni, ahogy kihozzák belőle. Tehát én nem is tudom, hogy hány száz munkafolyamat és fa anyag válogatás és lakkozás, és tehát hogy olyan szinten bonyolult, majd, hogy nem mint egy autót összerakni. Tehát végül is kerekei is vannak. Hát kerekei is vannak, ugye a súlya okán, mert egy nagy komoly hangversenyzongora, ez több száz kiló, tehát szinte mozdíthatatlan. Aha. Úgyhogy nyilván sok minden számít, ugye a húrvastagság, a húrok hossza, ugye először is a legnagyobb hangterjedelmű hangszer, azt tudni kell. Tehát nem véletlenül kötelező a mellékhangszer zongora, mert ugye komponálni, vagy bármit gyakorlatilag azon a legegyszerűbb megírni. Ugye, tehát így a szubkontra A-tól egészen a 50-as C-ig, sőt, tehát vannak olyan modellek, amik még egy kicsit nagyobb hangterjedelemmel bírnak. A szubkontra A-nál kezdődik. Igen, igen. Ala. Hát ott mondom a televízió nézőknek, hogy nyugodtan üssék fel egyébként azt az idegen szava kifejezés, vagy nem tudom, ilyen egyéb zenei lexikonokat, és keresgessék, mert ilyeneket hallunk. Mit hallottunk? Az interferencia, igen, ezt igen. Az akusztikus gitárnál. Mi volt ez? Hát a szubkontra A, szubkontra de hát a temperálás. Meg igen, az a szobafestők csinálják azt nagyon sokat. A temperálás, vagy az nem az? Nem az. Nem az. Én egy zenei műsor vezetője vagyok, kérem szépen, úgyhogy tanulok folyamatosan. Azt azért áruljuk el, hogy a ti családotokban ugye a zongora főszerepet játszik, mert hogy te zongora művészként nem olyan régen egyébként láttam az egyik televízió csatornán egy fiatal srácot, meséltem neked telefonban, nagyon csinos csokornyakkendője volt. Hasonlított rád, csak egy 15 évvel soványabb volt. Igen. És bár zongoristaként egy műsorban igen. szerepelt, és brilliánsan játszottál. Tehát akkor elárulom a titkot. Szóval nálatok, és ez olyannyira domináns, hogy Zsolt vagy Tamás, te is zongoráztál. Én is zongoráztam, mert nálunk kötelező volt zongorázni. Volt. És hát pont ezért, mert ugye nem feltétlenül azért, mert zongorista pályára készültünk, hanem azért, mert a zenével megismerkedni teljes mértékben a zongora a legalkalmasabb. Tehát a hangterjedelem szempontjából is, érthetőség szempontjából ugye az ember rögtön mind a két kezét használja, és azért viszonylag egyértelműen vannak a hangok kiterítve a zongorán, tehát sokkal könnyebb fölfogni a zeneelméleti kérdéseket, a hangközök, hangok egymással való kapcsolatát, aztán a hangzatok, tehát a hármas, négyes hangzatok egymással való kapcsolatát, a harmóniák fűzését, szóval zongorán sokkal egyszerűbb ezt megcsinálni. Én le is teszem a gitár. A sokak szerint egyébként nem is baj, de... Még egy fontos dolog a polifonitás. Ez azt jelenti, igen. hogy hány hang szólalhat meg egyszerre. A zongorán gyakorlatilag az összes hang megszólalt egyszerre, mert minden egyes hangnak van egy külön húrja. Csak annyi új kellene igen, hozzá. Igen. Viszont a zenei építkezés... Jerry Lewis Western csizmájával széttiposta a zongorát, én kerekelem is a zongorától. Igen, igen. De ugye például egy szimfonikus zenekari művet, ahol ugye lentről fölfele a szólamokat át kell látni, és van belőle, mit tudom én, 61 néhány, ugye az nem lehet máshol, csak a zongorán, és akkor ugye pedállal szépen össze lehet játszani, és az ahány hang, az annyi szólamban fog megszólalni. Zenélünk, zenével folytatjuk tovább itt a műsorunkat, úgyhogy ezt követően is persze hívjuk Önöket, de ugye egyáltalán is nézzenek bennünket. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is! Thank you.
Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Folytatjuk tovább, kedves televízió nézők, Hangvilla című magazin műsorunkat. Vendégeink még mindig Esze Tamás és Esze Zsolt. És az előbb azt ígértük önöknek, hogy az első körben beszélgetünk a hangszerekről, egy kicsit az interferencia és a zongora kérdéseit beszélgetjük át, de a második körben névadónk a Hangvilla okán eszünkbe jutott egy olyan beszélgetési téma, vagy egy olyan téma, aminek kapcsán azért nem árt egy picikét tájékoztatni azokat, akik esetleg zenével szeretnének majd foglalkozni. A műsor címe Hangvilla, ezt most már azért reméljük, hogy tudják a televízió nézők. A hangvilla pedig egy olyan eszköz, ami igazából arra használatos, hogy be tudjunk vele hangolni különböző hangszereket, sőt, nagyon sokan talán, akik annak idején jártak kórusba énekelni, ott látták a kórusvezetőt, aki megütötte ezt a kis hangvillát, majd pedig oda tette a füléhez, vagy akár a fejéhez is érintette. Ezt nem azért csináltam, mert ő neki ez, hanem ezzel adtam egy saját magának a hangot, ugye? Az a legismertebb hangvilla, amit talán a legtöbben láthatunk, ez a bécsi ára hangolt, hogy ez a 440 Hz, hogyha jól tudom, 440-441 Hz körülbelül. Zsolt már mindjárt kijavít, mert látom, már bólogat. Szóval így jövünk meg a hangvillához, és a hangvilla kérdéséből lyukadunk majd oda ki, hogy miért fontos behangolni a hangszereket. Például azért, hogy ahogy mi együtt játszunk, az olyan jól szóljon. Mert ha nem együtt játszunk, majd azt is megmutatjuk, hogy mondjuk én játszom valamit, te egy másik hangnembe. Szóval egy nagyon fontos dolog, de akkor kezdjük a hangvilával, Zsolt, bólogattál nagyon. Nem tetszett valami? Nem, abszolút helytálló volt, amit mondtál. Köszönöm. Annyi a kiegészíteni való, hogy ugye régebben, most meg nem mondom hány évvel ezelőtt, tényleg 440 Hz-re hangolták az egyvonalas A hangot. Ez volt a normál A. Viszont az elmúlt pár év során egyre följebb kezdték hangolni. Tehát már van, ahol 443-ra, vagy még följebb hangolják. Miért? Ez attól függ, hogy milyen jellegű zenekarban játszik. Egyébként egész pontosan az 1930-as években állapodtak meg ebbe a 440 Hz-be, és azelőtt egyébként kevesebb volt. Mert ugye nem is hercben mérték, hát hanem orgonasíp hosszban mérték ezeket a hangokat. Aha. Tehát nem tudtak ugye hercben, tehát nem voltak ilyen fizikai kifejezéseik, orgonasípban mérték. És mit volt 422, meg 425, ilyesmi, és akkor az 30-as években megállapodás lett, egy ilyen nemzetközi megállapodás, hát egy hogy 440 Hz. Ez azért fontos egyébként, mert ugye ha már együtt játszik két hangszer, akkor a hangzatoknak ugye tökéletesen ugyanabban a hangmagasságban kell szólni. Mert hogyha egy kis eltérés van, akkor az már olyan hanghullám ütközést okoz, hogy nagyon kényelmetlen lesz hallgatni. Csináljunk egy, hogy a televízió nézők is jól értsék, csináljunk egy olyat, hogy mondjuk egy fél hanggal máshol játszol, tehát én kísérek egy C-ámol FG-t, te pedig akkor egy ilyen ciszeket, vagy nem tudom, jól mondtam-e az interferenciákat. Tehát akkor C-ben vagyunk. Tehát ez már hallható, hogy ugye ez pontosan félhangnyi differencia volt. Remélem, felvették a srácok, mert eszembe jutott egy dalszöveg. Szóval igen. Ezért fontos behangolni. Ezt mondta csak, mert még egyszer ez nagyon jó volt. És ez a... Igen, ez pontosan félhang, tehát ugye vannak ugye ennél kevesebb eltérések is, és amikor az ember nem hallja teljesen egyértelműen, hogy ennyire mellette van a másik hangszer, de érzi, hogy valami nem stimmel, és nagyon-nagyon kényelmetlen hallgatni, amikor följebb vagy lejjebb van. Hát ugyanígy vagyunk, amikor mondjuk egy énekes az intonációval ugye nem az adott hangot énekli, vannak hanem... Vannak ilyen énekesek? Ritka. Ritka, de előfordul. És akkor érezzük, hogy valami nem stimmel, nagyon kellemetlen és kényelmetlenül érezzük magunkat, és ezért kell ugye ez a megbeszélt ugye alaphang, ez igazából alaphangnak vagy kamarahangnak ezeket ehhez igazodik az egész zenekar, tehát gyakorlatilag mindenki ehhez igazodik, ezért van az aztán utána, hogy együtt tud szólni a dolog. Mondhatnánk, milyen könnyű dolga van a zongoristának, hát a zongorát azt nem kell hangolni, az betoljuk, az úgy szól, de nyilván ez nem igaz, hát tudjuk nagyon jól, hogy a zongorát is kell hangolni, nem is olyan egyszerű. A zongor nehéz, kifejezetten nehéz, így van. Ugye azért azt tisztáznunk kell, hogy mi ez a temperálásnak a fogalma, hogy csak hogy ilyen... Igen. Ugye például a gitáron, ahol bundok vannak, vagy a zongorán, ahol minden hangnak fix helye van,
Ott minden hangnak nem csak a helye fix, hanem a rezgés száma. Tehát ha az az egyvonal sára föl van húzva mondjuk 440 vagy 443, az tök mindegy, ahhoz képest fölfele és lefele a félhang távolságok, azok egy nagyon jól meghatározható frekvencián szólnak. Viszont vannak olyan hangszerek, ahol nem fixek ezek a hangok, tehát például a hegedű, vagy a brácsa, vagy a cselló nagybőgő, tehát rengeteg olyan, ahol ugye a zenésznek kell fülre intonálni a hangot. Ugye ott van az a pár darab húr, az fixen fel van húzva, hangolva egy adott hangra, de onnantól kezdve viszont neki kell a játék közben eltalálni a félhangokat. És ugye ezért nagyon necces és nehéz dolog például egy temperált hangszernek együtt játszani egy nem temperált hangszerrel, mert hogyha az, aki a nem temperált hangszeren játszik, nem úgy intonálja a hangokat egy az egyben, mint a temperált hangszeren, ahogy minden hang fel van húzva egy fix frekvenciára, hát akkor indul a macska zene, és erre mondják azt, hogy opá, hát ez hamis. Na hát az a helyzet egyébként most miközben gondolkodom és hallgatlak benneteket, hogy a hangolás olyan fontos kérdés, hogy bár Csorba Peti, aki most ugye nincs itt velünk, nem tudjuk merre jár, egy héttel ezelőtt beszélgettünk vele, de ő nekem mesélte, és tudom nagyon jól, hogy a dobot is, meg a dobbőrt is hangolni kell nagyon sokszor. Nyilván itt nem a bécsi A-hoz, de hát a dobot is ugye egymáshoz képest a tamokat és a lábdobot és a pergőt be kell hangolni. Szóval nagyon fontos a hangolás kérdése. A zeneiskolában szerintem az első lépések egyik, amikor valaki vesz egy hangszert, mondjuk így adott van. Esetben például gitár, Hogy hát akkor tanuljuk meg behangolni a hangszert. Persze, ugye? Nagyon fontos. Hát nem is tudunk együtt játszani úgy, hogyha nincs behangolva. Sőt, hogyha egymáshoz képest nincsenek jól behangolva a húrok, akkor ő se tud játszani, mert teljesen fals eredmény. Mutassuk meg, milyen az, amikor szépen be van hangolva. Most ebben az esetben ugye a gitár, és mondjuk egy kicsit eltekergetjük. Igen, hát remélem, hogy szépen be van hangolva. Tehát mondjuk ez egy dur hármas hangzat szépen behangolva. De ha mondjuk egy kicsit így eltekergetem, és soha többet nem tudom visszatekerni. Nyilván, mert... Már egy kicsit, és ha mondjuk még ezt is... És ez már nagyon-nagyon kellemetlen hangzás, és teljesen másokat fogok meg. Bár azt azért tudjátok, talán érzitek mindannyian, hogy azt mondhatnánk, hogy ízlés dolga mellett, hogy valakinek ez tetszett. És hívnak telefonon, hogy meg tudnád-e mutatni, hogy ez milyen pozíció volt. Jó, beszélgessünk arról, hogy mi alapvetően ugye egy alaphangolásról beszélünk pont a gitár esetében, de vannak olyan gitárosok, akik teljesen másképpen, úgymond ilyen kvártossal, meg így úgy hangolják a gitárjaikat, és nem tudom, az iskolában is talán vannak olyan diákok, akik mondjuk jönnek az egyéb hangolással. Az iskolában azért nem azért nincsenek, mert azért nincs értelme, mert az összes kotta, az összes gyakorlóanyag, tehát ami az én rendelkezésemre áll, és én tudok belőle tanítani, tudom őket képezni, az mind a normál hangolásra van kitalálva. Nem beszélve arról, hogy ugye a normál hangolás, az pedig ugye a törzs hangsornak a kellemes, na most mutasd meg ezen a kellemes lejátszására szolgál, tehát ugye a törzs hangsorral kezdődik, ugye a zongora fehér billentyűi, nagyjából így lehet a törzs hangsort leírni, azzal kezdődik, és azt a legkönnyebb megszólaltatni, ugye a gitáron is az első fekvésben, ugye a nyak elején itt a játék, és ugye ez a hangolás, ez ezt segíti elő, hogyha bármilyeket átvariálom, akkor ugye ezt a tanulási folyamatot megnehezíti. De a kvártra hangolás, az ugye, hát itt van benne egy terc, és az viszont van, akinek kényelmesebb, mert ő modernebb, alterált akkordokat. De ez műfaj függő, ugye? Műfaj függő, mindenképpen. Igen, tehát, igen. Tehát nyilván egy country nótában nem biztos, hogy olyan kényelmes lefogni ezeket a hármas hangzatokat, hanem a bonyolultabb akkordokat, azokat könnyebb kvárt hangolásba. No, hát ez egy zenei érzékenyítő magazin műsor, úgyhogy Tomi, nem engednélek el úgy, hogy hamis gitárral távoz. Már csak azért is, mert azon gondolkodom, hogy akkor játsszuk el, hogy most akkor mondjuk tegyük fel, az én hangszerem jól van behangolva, igen, és akkor a tiédet visszahangoljuk ehhez, jó? Igen. Tehát mondjuk egy zenekari próbán, ha senkinek nem volt pénze hangológépet venni, mert régen volt már hakni, akkor valaki azt mondja, hogy én lennék az alap, és akkor ehhez hangolunk, és akkor én adok neked egy ét. Jó. Mondjuk azt, hogy ez jó, oké? Ez az A. Igen, ezt nem tekertem remélem sehova. Viszont nem jó. Viszont... jó? Jó most. Jó?
Ez így egy nagyon izgalmas műsor lenne. Körülbelül, igen. Szóval így néz ki egy próbaterem, hogyha mondjuk nagyjából össze kell hangolni, de van egy fontos dolog, ami nagy segítségére van a zenészeknek, először is a zongora, mert a zongora lényegesen stabilabb, mint az én félig hamis gitárom. Ami ez egyébként sokkal jobban lehet hangolni, és van egy másik fontos dolog, és ez az óriási segítség, ugye a hanguló gép, igen. Ami ma már minden egyes zenésznek lehetősége van megvenni, viszonylag mondhatjuk fillére kér, tehát és fölcsipteti, föl összedugja, és az már mutatja mindenféle hangolási lehetőségeket. Úgyhogy nem kell ma már egyébként, kedves fiúk, lányok, srácok, nem kell azon aggódni, hogy esetleg ugyanolyan hamisra hangoljátok majd össze, mint ahogy azt mondtettük, megveszitek a gépeket, és onnantól kezdve kiválóan lehet hangolni a hangszert, de azért fontos, hogy a fülünk az erre érzékeny legyen, persze, ugye? Persze. Tehát bármilyen gép, bármilyen eszköz segít nekünk, a fülünk, az fontos, hogy erre reagáljon. Hát sajnos, ugye a zenéléshez, mint minden művészeti ághoz, érzékek kellenek, tehát alapvető érzékek hiányában nagyon nagy szorgalommal lehet eredményeket elérni, de nem lesz olyan, ami ennek lennie kell. Tehát ha valakiben nincsenek meg ezek az érzékek, akkor hát tulajdonképpen finoman el kell tanácsolni, mert hát hiába. Én például tudom, hogy soha nem tudnék rajzolni, megtanulni, mert nincs hozzá érzékem, teljesen mindegy, hogy mit csinálok. Nem tudok rajzolni, maximum egy béna lovat. Akkor egy rajzos sztorival búcsúzzunk. A béna ló mellett akkor én beszállnék a sorba. Egyszer ezt talán már sok fórumon meséltem, a kislányom megkért, hogy rajzoljak egy macskát neki. Rajzoltam neki egy macskát, majd megkérdeztem, mi ez. Úgyhogy én is ugyanezt. Ennyit erről. Viszont nagyon-nagyon szépen köszönjük a televízió nézőknek, hogy ma is velünk voltak, és remélem, hogy sikeresen ránk hangolódtak, ha már ugye a hangolás kapcsán búcsúztunk el. Esze Tamásnak és Esze Zsoltnak nagyon szépen köszönjük. Szépen. És akkor pontosan egy hét múlva folytatjuk tovább. Viszontlátásra mindenkinek. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Come on, baby, don't you wanna go?
Well, one, one, two, the six, ten, two, eight. Come on, baby, don't you make me late. I behave. Baby, don't you wanna go back to the same old place? Well, sweet home Chicago. Chicago. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. A műsor fő támogatója a Gorzium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, Székesfehérvár, Farkasvermi út 40, www.gorziumiskola.hu.